Mester Anikó, a KIAMI Kiskulcsosi Általános Iskola tagintézmény vezetője szerint szerencsés volt az évkezdet, és a második fél évre is készülnek már. A szünet alatt teljes mértékű fertőtlenítés volt az iskolában, így január 4-én nagyon kevés hiányzó gyermekkel indultak. Nagyon szerencsés volt az évkezdetünk, a tavalyi évet már úgy zártuk, hogy megkértük a gyerekeket, hogy mindent pakoljanak haza, kiürítettük a folyosói szekrényeket, és így egy teljes mértékű tisztításon, fertőtlenítésen esett át az iskola, úgyhogy így tudtuk várni a január 4-ét, és úgy gondolom, hogy nagyon szerencsések vagyunk, mert nagyon kevés hiányzó gyermekkel indultunk el az évben, úgyhogy minden jól alakult. A nyolcadikosokra nagy teher hárul, életük első fontos döntését kell meghozniuk a pályaválasztásról. Ehhez nagyon sok segédanyagot kaptak, sokat beszélgetnek velük a pedagógusok is, és tájékoztatják a szülőket a lehetőségekről. Elsősorban a nyolcadikosokra nagy teher hárul most, hiszen el kell dönteniük, hogy mit kezdjenek a nagybetűs életben, és az első fontos döntést most kell meghozniuk. Tehát a pályaválasztás előkészítése zajlik folyamatosan, illetve a továbbtanulási lapoknak az elkészítése, aláírása. Ehhez ők nagyon sok segédanyagot kaptak, nagyon sok kisfilmet néztünk meg, nagyon sokat beszélgettünk, és próbáltuk tájékoztatni a szülőket a lehetőségekről. És ez ugye most folyamatban van, hogy eldöntsék akkor, hogy melyek lesznek azok az iskolák, amiket megjelölnek. A második fél év fontos feladata a leendő elsősök beiskolázása. Az óvodásoknak Mikulás előtt küldtek egy tájékoztató anyagot az iskolákról. Ebben színezőt kaptak másodikosoktól, és egy ajándékkal is kedveskedtek. Már a téli szünet előtt, illetve úgy mondanám, hogy Mikulás előtt kiküldtünk egy tájékoztató anyagot a nagycsoportosoknak. Ebben az iskolánkról adtunk számot, milyen eredményeket érünk el, milyen típusú foglalkozások vannak nálunk. Egy-két képet tettünk bele, hogy mégis azért kapcsolatba kerüljenek az iskolával. Egy Mikulás színezőt kaptak a másodikosoktól, illetve nagyon aranyosak voltak a gyerekek, mert egy kis ajándékkal kedveskedtek számukra, hogy hát, ha ez is csalogató lesz. Ugyanezt szeretnénk folytatni ezután is, és ezzel a prospektussal még megtámadjuk őket a farsangi időszakban, és nagyon bízunk, mert nagy a tavaszi időszak már lehetőséget ad arra, hogy esetleg ők az iskolát személyesen is meglátogathassák. A farsangi időszakban is terveznek hasonló kiadványt a nagycsoportosoknak. Az iskolavezető bízik abban, hogy a tavaszi időszak már lehetőséget ad arra, hogy az iskolát személyesen is meglátogathassák az óvodások és a szüleik. Mindenképpen szeretnénk sportrendezvényre hívni őket, akár a szüleiket is, és egy nagy iskolai rendezvényt, vagy majd nyilván, ahogyan azt a szabályok engedik megtartani, mert nagyon fontos lenne, azt gondolom, hogy egy képet kapjanak arról, hogy mi vár itt rájuk, illetve hát azért a szülőknek is nagyon fontos, hogy személyesen találkozzanak a pedagógusainkkal. Ahogy a szabályok engedik, sportprogramokat is tartanának a kicsikkel közösen, mert nagyon fontos lenne, hogy képet kapjanak arról, mi vár rájuk az iskolában, illetve a szülők személyesen találkozhassanak a pedagógusokkal. Most a fogadóórák és a szülői értekezletek is online formában történnek. A fogadóóráink, illetve a szülői értekezleteink online formában történtek. Ha valakinek valami személyes problémája, valami, ami személyes megbeszélést igényel, akkor nyilván előre egyeztetett időpontban be tud jönni, és megtaláljuk azt a fórumot, csatornát, ahol ezt meg tudjuk oldani, de online módon jól alkalmazzuk ezeket.